de legalább egy ilyen, ilyen csoportban az a pozitívum, hogy tényleg ilyen nagy nevű csapatok ellen léphetünk majd pályára. Ugye a tavalyi évben megmutattátok, hogy bravúr csapat vagytok, hiszen szép sikereket értetek el a BL-ben. Ráadásul most ugye ott van a Löwen, ami talán még egy jó előjel is lehet. Igen, remélem, hogy ezt a Bajnokok Ligája formát sikerül átmentenünk erre a szezonra is. Nagyon nagy szükségünk lesz ezekre a mutatott játékokra, amiket csináltunk. Akár kint Löwen, de akár itt van a német csapatok ellen, illetve az egész csoport meccsek folyamán. Borzasztó nehéz lesz. Meg úgy gondolom, hogy tehát ilyen erős csoport, ennyi erős csapat nem volt még ebbe a Bajnokok Ligájában. Nyilván ez az új rendszer miatt is van, de ez nekünk csak jó, hiszen igazi sztár csapatok ellen játszhatunk, és mérhetjük fel az erőnket. Most így a sorsolás után mit mondasz, hanyadik helyet érheti el a Pixeget? Tehát, hogyha reális akarok lenni, és mégis azt mondom, hogyha egy jó játékot mutatunk, akkor egy ilyen harmadik hely megcsípető, de ehhez tényleg mindennek klappolnia kell. Nyilván nem lebecsülve magunkat, és nem kisítően, hanem úgy gondolom, hogy ez reális lenne, hogyha a harmadik helyen mennénk tovább, de nyilván sport az még akármi megtörténhet, bármilyen meglepetés benne lehet. Mit mondasz a Veszprémnek a csoportjára? Én úgy gondolom, hogy ők nagyon nagy esélyen harcba lesznek a csoportelsőségért, de nekik se lesz egyszerű dolguk, azért ott van egy Kia, akkor egy Flensburg, egy PSG, ugye egy új edzővel felálló PSG, tehát azért nem lesz egy sétagalop, de azért nekik ott kötelező, úgy gondolom, hogy a továbbjutás, illetve hát az első két hely megszerzés, az biztos.